A mi családunk fekete krónikája 1945 elén kezdődött. Azon a télen több bomba hullott a fővárosra, mint hó. Heteket töltöttünk a pincében. Anyám egy alkalommal ivóvízért indult, amikor egy becsapódó bomba a bérház három emeletét omlasztotta rá. A fürdőszoba lett a sírja. Egyedüli gyermekként apámmal kettesben éltem a háború utáni Budapesten. Főkönyvelőként dolgozott, később már csak könyvelőként. Aztán villamosvezetőként, végül takarítóként a Vágóhídon. Ahogy a kommunisták hatalma gyarapodott, úgy csúszott le apám a társadalom rangvétráján. Közmeghallgatás egyéves beszámolójára térve szokás szerint a önkormányzattal, a testületi munkával kezdem. A képviselő testület ugye egy éve állt föl, tavaly választási év volt, és a tavaly októberi választások után nagyon kevés helyen változott a testület, mindenki láthatja, ismerős nevek, ugye Szőlősi János már abbahagyta, új tagok Segmesi Erzsébet és Kozák Gábor képviselő asszony, illetve képviselő urak, a többiek már több ciklus óta képviselők. A háziorvosi ellátásnál 79,7%, ugye itt is megjelenik az, hogy más településen van bejelentve, de itt vesz igénybe, ugye itt is ez egy érdekes adat, és szintén teljesen friss információ, hogy az OEP a háziorvosoknál leadott kártyákat, azt egy elég egyedi rendszerben kezeli, tehát előfordulhat olyan is, hogy valaki azt hiszi, hogy egy Pilis Csabai háziorvosnál van a kártyája, majd amikor 5-6 év után akár, vagy 10 év után is elmegy és igénybe venni a háziorvosi ellátást, kiderül, hogy nincs is ott a kártyája. Hogyha ezt így jól gondolom, akkor azt a megállapítását abszolút nem értem, hogy ön helyettünk épített kerítést az ön saját telkén. Tehát én arra szeretnék rávilágítani, hogy megértem a problémát, azt viszont nem tudom elviselni, hogyha valaki sztorit gyárt, azt, hogyha én ezt értem, a valódi tényekről nagyon szívesen vitatkozom, a valódi tényekben szeretnék segíteni, megoldást keresni, és támogatom, hogy az önkormányzat minél hamarabb megoldást találjon, de abba nem vagyok játszópartner, se a Csiki Gáborral, se önnel, hogy lózungokat dobálunk be a sztorikba.